A megjelent aktív és nyugalmazott pedagógusokat, valamint a meghívott vendégeket elsőként Nyilas Mihály tartományi oktatási titkár köszöntötte, aki egy galilei idézettel példázta a pedagógia szerepét. A gyermek feje az nem edény, amit meg kell tölteni, hanem fáklya, amelyet lángra kell lobbantani. Ezt Galilei mondta, és ezek szerint nagyon jó pedagógus volt ő is, tanító, hiszen rátapintott a pedagógia, a tanítás, a nevelés lényegére. A bércsökkentés és az ebből eredő sztrájk hangulat rányomja a bélyegét a pedagógusok munkájára, ennek ellenére mindannyian becsülettel teljesítik vállalt feladataikat. Emelte ki köszöntőjében Vajda Attila, a Magyar Kanizsa Községi Pedagógus Egyesület elnöke. Az ünnepi akadémián átadták az év pedagógusa díjakat. A Gyöngycemenk iskoláskor előtti intézményből Rövid Ilona, a Kispiaci óvoda óvónője érdemelte ki a rangos elismerést. A nagy utalom mítosza most megérintett, megértettem üzenetét, és nagyon boldog vagyok. És ezt a boldogságot szeretném a gyermekeimnek is átadni. A Magyar Kanizsai Beszédes József mezőgazdasági és műszaki iskola központ díjazott pedagógusa Süli Zsolt tanár, aki az idősebb, tapasztaltabb kollégák véleményének fontosságára hívta fel a figyelmet. Főleg a munkához való hozzáállás, a munkatiszteletét, a diákokhoz való rugalmas hozzáállást, azt mind nagyon, nagyon fontosnak vélték, és mikor még én pályakezdő tanár voltam, akkor ez fontos volt az, hogy a fiatalok meghallgassák az idősebbeket. Ma már sajnos ez nem aktuális. Az alapfokú zeneiskolából Dobó Márta szolfés és harmonika oktató tanár, a Magyar Kanizsai Jován Jovánovics Máj általános iskolából Fodor Éva földrajztanárnő, a Horgosi Október 10 általános iskolából Kabók Zsuzsanna tanítónő, az Oromhegyesi Kis Ferenc általános iskolából pedig Rice Ágota magyar tanárnő lett az év pedagógusa. A díjazottak a saját intézményeik igazgatóitól vették át az elismeréseket. Az ünnepi akadémiát a Fulton Folk Country zenekar mini koncertje zárta.